készek kilóra eladni saját magukat, készek külső támogatás érdekében elárulni a saját hazájukat. A magyar embereknek árt a baloldal, amikor azon dolgozik, hogy ne érkezhessenek uniós források Magyarországra. Ezt mondta stábunknak Dajs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Korábban ugyanis több baloldali politikus is erre tett utalást. Sőt, Gyurcsány Ferenc egy alkalommal azt is bevallotta, hogy részt vettek annak a 27 feltételnek a megalkotásában, amit Magyarországnak be kell tartania azért, hogy a pénzek Magyarországra érkezhessenek. Ez bele van öltöztetve egy jogi köntösbe. Most nincs az a magyar ember, aki ezt a 27-et el tudná magának mondani, most én se fejből, de mi azért nagyon sokat dolgozunk, őszintén szóval. Mind dolgoztunk nagyon sokat. Hogy ez a 27 ez meglegyen. Tehát belobbiztak feltételeket a 27-hez. Nem kell hazudni, hát mi voltunk ott. Ez volt az a dolgunk. Hajnal Miklós a Momentum országgyűlési képviselője pedig nemrégiben arról beszélt, hogy pártja európai parlamenti képviselőinek szerepe volt abban, hogy a kormánynak komolyan meg kellett dolgozni azért, hogy az uniós források egy része megérkezhessen. Több mint másfél éves folyamat volt, amíg egyetlen kormány el tudta érni, hogy jöjjenek az uniós pénzek. Tehát ilyen súlyos következménye még akkor és nem úgy volt. Úgy gondolja, hogy ezt a két EP képviselőknek köszönhetjük? Azt gondolom, hogy nekik abban komoly szerepük volt, hogy ezt, ez így alakul. És azt is tudja, hogy most nagyon sokan azt mondják a nézőink közül, hogy ez hazárulás? Mert akkor ezek szerint a két EP képviselő miatt nem jutott hozzá Magyarország az Európai Uniós forrásokhoz? Biztos van, aki így gondolja, én azt gondolom, hogy ezek inkább a kormánypárti szavazók. Hát szerintem az, hogy Magyarország megkapja ezeket a forrásokat, és az a jó, hogyha a demokratikus alapminimumok be vannak tartva Magyarországon, ennek a két dolognak egyszerre kell érvényesülnie. Szerintünk Magyarországnak járnak az uniós pénzek, a magyar embereknek járnak ezek az uniós pénzek, hiszen amikor 2004-ben beléptünk az Európai Unióba, azt azért tettük, mert az ígéret volt, hogy felzárkóztatási forrásokat fogunk kapni, azért cserébe, hogy megnyitottuk a piacainkat. Tehát ez volt ez a megállapodás, és ennek a megállapodásnak mind a két oldalát be kell tartani. Donát Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője pedig kijelentette, azt szeretnék elérni, hogy ne közvetlenül Magyarország, hanem az önkormányzatok és az egyébként senki által meg nem választott civil szervezetekhez kerüljenek közvetlenül az uniós források. Mind a ketten dolgoztunk azokon a költségvetési kérdéseken, ami által az önkormányzatok és a civil szervezetek sokkal nagyobb mennyiségű pénzt tudnak közvetlenül kormány kikerülésével lehívni. Ez Magyarországnak az érdeke, miután a kormány politikai alapon válogat. Csak hogy így a jelenleg járó uniós források mindössze 2%-át hívhatná le Magyarország, tette világossá Dajs Tamás. Hogyha 100 eurónyi, vagy 1000 eurónyi, vagy 1 millió eurónyi, vagy 1 milliárd eurónyi Magyarországnak járó uniós forrás nemzeti borítékban van, akkor abból 100, 1000, 100 000, vagy 1 milliárd eurónyi pénzhez jutunk hozzá. Ha ez a pénz kikerül a nemzeti borítékunkból, és közvetlen brüsszeli forrásá válik, akkor ennek a pénznek a 98%-át elveszítjük. Mert nem mi fogjuk megnyerni, nem Budapest, hanem Barcelona, nem a Kisváradi Kórház, hanem a Frankfurti Kórház, és nem Békés Csaba környéki kisvállalkozók tudnak majd sikeresen pályázni, hanem svéd, finn, szlovák vagy portugál kisvállalkozók.